Szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődőt a Gender Elmélet Kritikája című könyv online bemutatóján, a Scruton Kávéházad otthont a mai eseménynek, és szeretettel köszöntöm mai vendégeinket is, Novák Katalin családokért felelős tárcanélküli miniszterasszony. Itt ül mellettem a könyv kiadója és gondozója, Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója, és végül, de nem utolsó sorban, Szilvai Gergely, a könyv szerzője. Jó estét kívánok, köszöntök mindenkit! És hogy hűek legyünk a hely szelleméhez, ugye Roger Scruton angol filozófus egy gondolatát idézném kezdésképpen, aki azt mondta, hogy a dekonstrukció a gonosz birodalma. De hogy vajon kik és miért akarják dekonstruálni mondjuk a biológiai vagy a teremtett nemeket, arról is fogunk ma beszélgetni. És a gender elmélet és annak különféle irányzatai nem csak a biológiai nemeket, de a hagyományos családmodellt is támadják. Nem véletlen, hogy a mai eseményen Novák Katalin családokért felelős minisztert köszönhetjük körünkben. Megkérem miniszterasszonyt, hogy tartsa meg köszöntő beszédét. Miért is foglalkozunk a gender ideológiával? Van elég bajunk. Annyi kihívás van az életünkben. Itt van most a koronavírus járvány, aztán ott vannak a gazdasági bizonytalanságok, ott a tömeges bevándorlásnak a problémája, és ott van a népesedés problémája is, mármint az, hogy nem születik elég gyermek sehol Európában. Mindeközben a nemzetközi gender lobby útjára indított egy hódító háborút, és ez a hódító háború a mi családjainkat is veszélyezteti. A nemzetközi gender lobby hódító háborújának célja az elbizonytalanítás. Az a cél, hogy ne lehessünk többé biztosak a legalapvetőbb dolgokban sem. Például abban, hogy az apa férfi, az anya pedig nő. A gender ideológiával az a baj, hogy éppen azt tagadja meg, amit saját alapjának tart, a toleranciát, a másik véleményének az elfogadását. A gender ideológia által diktált, egyedül helyesnek tartott világkép, a relativizmus, ami azt jelenti, már semmiben sem lehetünk biztosak. Biztonságra már pedig szükségünk van. A mostani időszakban még jobban, mint bármikor. Különösen a gyerekeinknek van szüksége biztonságra. Nem foszthatjuk meg a gyermekeinket a biztonságérzettől, attól a biztonságérzettől, hogy fiúnak vagy lánynak születtek, csak azért, mert ezt diktálja a korszellem. A gyerekeinknek önfeledett gyerekkorra van szükségük, az embernek pedig valódi szabadságra van szüksége. Ezért sincs helye a gender ideológiának az oktatásban, a köznevelésben, az óvodákban, az iskolákban. Vannak az átlagostól eltérő életek. Ezt el kell fogadni, sőt meg kell próbálnunk megérteni, de ez nem jelenti azt, hogy meg kell kérdőjeleznünk az általános létjogosultságát. A gender ideológia a biológiai nemet nem fogadja el. Azt állítja, hogy a férfi és nő megkülönböztetése pusztán társadalmi konvenció. Szilvai Gergely könyve hiánypótló. Azért hiánypótló, mert szellemi muníciót ad a kezünkbe. Akkor kapunk szellemi muníciót, amikor a nemzetközi gender lobbival szemben a józan észnek és a valódi szabadságnak kell diadalmaskodnia. Ebben nyújt segítséget számunkra ez a kötet, és azt kívánom, hogy önök is forgassák ugyanolyan érdeklődéssel, mint ahogy én tettem ezt. Köszönjük miniszterasszony indító gondolatait, és már is megkezdjük a beszélgetést a gender elmélet kritikájáról. Köszöntöm még egyszer Szántó Miklóst és Szilvai Gergelyt. Jó estét kívánok! Jó estét, csokorom! Mi hívta életre ezt a könyvet? Tehát miért ír egy heteroszexuális, közép-európai, fehér férfi könyvet a gender elméletről? Azért írtam könyvet a gender elméletről, mert mondok egy példát. 2018-ban az Egyesült Királyságban, Nagy-Britanniában 4400, nem mondok rossz számot, 4400%-kal nőtt azoknak a tini lányoknak az aránya, akik ellenkező neműként gondolnak magukra a pubertáskor tumultuózus éveiben. És a brit vagy az angol száz orvosi szakma és a pszichológusok, pszichiáterek, azok ebben meg akarják őket erősíteni, tehát egyre gyengébbek azok a hangok, amik szerint ezt ellenezni kéne, vagy nem kell neki feltétlenül hinni. Tehát ma a nyugati intézményrendszer alfelé tart, hogy amit ők mondanak, azt kötelező elhinni, mert ők azt érzik, és aki ezt nem fogadja el, az effektíve öngyilkosságba kergeti ezeket a lányokat. Azoknak a lányoknak egy jelentős része pedig, aki elindul ezen az úton, ezt az átváltozást, tehát a nemváltás útján, hormonterápiával és hasonlókkal,
azoknak egy jó része később ezt megbánja. Csak hogy például a tesztoszteron terápiából nem nagyon van visszaút, tehát az eredményeit nehéz visszacsinálni, ha egyáltalán vissza lehet. És az, hogy ez ilyen arányban elharapózott az utóbbi években, ez többek közt annak a jelenségnek köszönhető, amit gender elméletnek hívunk, és a gender elmélet gyakorlata, nem tudom, gender gyakorlat, hogy ahogy a gyümölcsörű ismerszik meg a fa, annak az egyik kortárs eredménye az ez Nagy-Britanniában, illetve Amerikában is. És aki ez ellen felszólal ott, azt megpróbálják elletetleníteni, tudósokról is beszélünk itt, újságírókról, mindenkiről. És ugyanez itthon még ilyen radikalitásban nincs jelen, de jobb megelőzni a bajt. Ezért írtam ezt a könyvet. Ön nem fél a kritikáktól? Vagy nem fél attól, hogy ellehetetlenítik? Még nem, meglátjuk, hogy... Majd azért mi megvédjük a Gergőt, hogy a bármilyen esetben. Na jó, hát most idézek méghozzá Népszavát. Azt írják, hogy egy magasan képzett, főleg jogász végzettségű ultrakonzervatívok alkotta elemző központ, az Alapjogokért Központ. Szóval egy ilyen központ miért foglalkozik a gender elmélettel? Miért gondoz egy ilyen könyvet? És ugye nem ez az első kötet, ami a genderről szól. Nem, valóban tavaly már kiadtunk egy belga frankofon szerzőnek, Margaret A. Petersnek egy Gender űrület című kötetét, ami rövidebb formában, de azért nagyon hasonló módon világítja meg, mondjuk úgy, hogy populárisabb módon, és ez senki felé sem minősítés nyilvánvalóan, mind a két könyv, ez a könyv is, meg a Peters könyv is nagyon jó könyv, de ez jó volt a ilyen kevésbé tudományos, filozófiai mélységű, hogy is mondjam, tudományos ismeretterjesztés címszó alatt mutatja be azt a gender elmebajt, vagy gender őrületet, amit itt ilyen érzékenyítés, meg jó emberkedés formájában próbálnak már Magyarországon is eladni. És hát Gergővel ismerjük egymást azért elég régóta, és a kereset és a kínálat találkozott. Gergő írta ezt a remek könyvet a korábbi munkásságára is alapozva, és mi kapva kaptunk az alkalmon, hogy ezt a kötetet gondozásba vehessük és kiadhassuk. Igazából a maga az Alapjogokért Központ azért a megalakulása 2013 óta tényleg a józan ész, a nemzet és a kereszténység hármas egységében próbál meg tevékenykedni. Ezen értékekből levezetve foglalkozunk közjogi, politikai és nem mellesleg világnézeti kérdésekkel is. És sajnos azt látjuk egyre erősebben, hát nyugaton már igazából 150%-ban, de Magyarországon is szépen lassan talán szerkesztőasszony fogalmazta nemrégiben, hogy csendes eső módjára lehullani, szétterjedni ezt a progresszív, mondom, ilyen jó emberkedésnek, érzékenyítésnek beállított liberális gondolkodásmódot, aminek része a gender ideológia is. És ezt elborzadva figyeljük, mert olyan természeti alapvetéseket, az legalábbis a mi élet és ember felfogásunkhoz kapcsolódó fundamentumokat támad, kérdőjelez meg, relativizál, tesz viszonylagossá. Ez az egész, hát nem csak a gender elmélet, ahogy a Gergő könyvében kimutatja, a radikális feminizmustól a homoszexuális propagandán át, a gender ideológiáig tartó, hát idézőjeles fejlődési ív, olyan mértékben ássa alá a társadalomnak a legtermészetesebb alapmotívumait, alapkaraktereit, hogy úgy érezzük, hogy ez ellen pozitív oldalról is, tehát a mi saját értékeink hangsúlyozásával is fel kell lépni, de fel kell lépni úgy, hogy kvázi felmutassuk az antiparadigmát, tehát hogy igen, ezen gender ideológia ellenében is meg kell fogalmazni a mi álláspontunkat, mert ez egy csúszós lejtő, és láthatóan ebben a felszabadítás mániában a liberálisok nem ismernek határt, mindig fognak találni maguknak egy olyan felszabadítandó csoportot, akikért küzdeni kell és szabadságharcot kell folytatni. Most éppen a gender ideológia és a bináris nemi kódolás, meg a bináris nemi mátrixnak a meghaladása van napirenden, de hát nagyon félek attól, hogy ez tovább fog menni, és Magyarországon, és a utolsó gondolat, Magyarországon még lehet ilyen könyvet írni. Tehát lehet olyan, szerencsére még bátorságot nem igényel, csak tudást, alapos munkát és elmélyült gondolkodást, hogy egy ilyen munka szülesen, és ezt nyugodtan ki lehet adni, ezt a könyvet, és lehet róla ilyen beszélgetéseket szervezni. Ma ez Londonban, New Yorkban, Párizsban, Berlinben elképzelhetetlen,
de Bécsben is necces szerintem. Nem vagyok napra kész a tekintetben, hogy éppen most hány társadalmi nemet tartanak. Nyilván én a 79-es számnál vesztettem el a fonalat, de ez tömegeket jelent. Sok olyan embert, aki a heteronormatívtól eltérő szexuális csoporthoz tartozónak vallja magát, remélem elég pontosan fogalmaztam. Nem dehumanizálja ezeket az embereket, hogyha kétségbe vonjuk az ő szexualitásukat? Mielőtt válaszolnék, én szeretném megköszönni az Alapok Két Központnak, hogy kiadta ezt a könyvet. Mi köszönjük Szilvai Gergelynek a lehetőséget. Igényes lett a végeredmény, úgyhogy ez egy gyümölcsöző együttműködés volt, illetve még az is lesz várhatóan. Illetve még arra is reagálnék egyet, hogy nyugaton lehet ilyen könyvet kiadni. Ugyanis pont a napokban volt az a hír, hogy egy 3 évvel ezelőtt kiadott a transz mozgalom a kritikus könyvet, az Amazon levett a kínálatból. Egy másik ilyen könyvet, amit anyukák ezrei olvasnak most Amerikában, annak nem engedték meg a hirdetését, tehát lehet kapni az Amazonon, de nem szabad promotálni. Amikor ezt a könyvet, amit egy Wall Street Journalos újságíró hölgy, Abigail Shear írta, amikor ő kiadót keresett hozzá, az első kiadó, aki kiadta volna, visszalépett a kiadástól azért, mert fellázadt a gender ideológiával egyetértő alkalmazottak tömege, és meghátráltak. És egyébként erről nekem Douglas Murray is mesélt, hogy a hasonló témában írt könyve, ami nemrég jelent meg nálunk, a Tömegek tébolya, amikor ahhoz kiadót keresett, akkor az angol száz világban talált, de ő Németországban nem talált kiadót, úgyhogy igazából nem is adták ki németül, ha jól tudom, azt a könyvet. Tehát nyugaton ez a hangulat van jelen pillanatban. De hogy diszkrimináljuk-e vagy dehumanizálja-e azokat az embereket, akik nem heteroszexuálisok, egy ilyen elképzelés. Hát én erre azt szoktam mondani, hogyha mondjuk a kereszténységet valaki megkritizálja, akkor az olyan krisztofóbe, vagy beletapos-e a keresztényeknek az identitásába azért, mert nem ért egyet a kereszténység teológiájával. Vagy ugye ezt sok minden máshol el lehetne mondani. Illetve hát ezek az emberek, ugye ez a mozgalom, az LMBTQ mozgalom és a gender elméletnek az advokátorai hangsúlyozni szokták, hogy az embert nem a szexualitása teszi emberré. Ők ezt azzal hangsúllyal szokták mondani, hogy ne is kritizáljuk ezért az ember szexualitását, vagy a nem identitását, de szerintem, ha nem pusztán ezt tesz az embert, akkor igen is lehet ezt kritizálni, mert akkor nem az embert kritizáljuk magát. Így aztán szerintem ott a határ az elfogadás és a behódolás között, hogy nyilván mindenki, ahogy miniszterasszony is mondta, mindenki élheti úgy az életét, ahogy szeretné a magánéletében, meg a hétköznapjaiba, és ezt el kell fogadni, és nem szabad senkire rá eltölteni semmit, de azt szerintem elmondhatjuk, hogy mi mit gondolunk a jó életről. Ahogy ők is elmondhatják, és a társadalomnak azokat az alapvető normáit, amelyek miatt a társadalom és tovább tud élni, azokat megkérdőjelezni szerintem már nem szerencsés, ők pedig ezt teszik. Tehát jól értem, hogy az a cél, hogy ne ez legyen a mainstream, vagy az egyedüli kizárólagos gondolat, vagy ideológia, amit a nemekkel, vagy a szexualitással kapcsolatban elfogadni lehet. Mégis ma még magyarázni kell Magyarországon, hogy miért kell ennyit foglalkozni a gender elméleten, miért? Hát azért, mert jön be. Tehát ahogy előbb is utaltam rá, ez az érzékenyítő liberális kurzus, ami ugye nem csak itt a gender kapcsán, bár megint az ő szavukat használjuk, hozzáteszem, hogy mi is nyelvileg determináltak vagyunk ebből a szempontból, mert vesszük át az ő kifejezéseiket, de hát itt van a multikulti, a gender ideológia előszobája, ugye ez a homoszexuális propaganda, vagy akár a föderalizmusnak a kérdése, az abortusznak a kérdése, az eutanáziának a kérdése, a drog liberalizációnak a kérdése, tehát és ebben az összes témában iszonyatosan erős a amúgy nem politikainak, tehát nem primer pártpolitikainak beállított ilyen liberális életmód kultúrának a nyomulása. Ez főleg a populáris kultúrában, a film, a zene világában, a könnyen fogyasztható konzumtermékeknek a világában, vagy ilyen reklámiparban, szórakoztatóiparban, a hétköznapjainkban, a plakátokon, a televíziós PR anyagokban, és ez ebben a színes szagos köntösben, amit ugye úgy fogyasztunk, hogy az nem politikai, tehát nem kapcsol be az a vészjelző, amikor ugye a klasszik sztori szerint, hogyha ki van írva a tévé, hogy politikai reklám következik, akkor ugye a tévénézőnek, vagy az internet
felhasználónak ugye bekapcsol egy kis jelzés, hogy hoppá, hoppá, ez politikai tartalom, itt azért szkeptikusnak kell lenni, mert a politikus az ugye érdekmotivált. De ugye ezeket ilyen jó emberkedésnek az álcájába burkolják, és hát amikor közkedvelt énekesek, színészek, akiket amúgy hallgatunk és nézünk filmekben, vagy akár ugye most Magyarországon amúgy eddig nagyon, nagyon jó teljesítmény nyújtó focisták, kapusok, Gulácsi Péterről van szó, aki nagyon naív módon beleáll ebbe a gender propagandába, meg ebbe a szivárvány propagandába, akkor ugye a hétköznapi fogyasztó úgy gondolja, hogy hát én ezt az adott felületet, tévécsatornát, kulturális folyóiratot, sztárt, influencert, ezt amúgy kedvelem. Hát ugye ő is azt mondja, hogy a család az család, és a homoszexuális család, sok idézőjelben is család, hát akkor biztos igaza van, akkor elfogadom. Viszont ez alapvetően problémás, hogy említettem az embernek, tehát ha a nemi szerepeket relativizáljuk, nagyon tömören összefoglalva szerintem, legalábbis amit én Gergő könyvéből leginkább kiemelnék, és én megértettem, azaz, hogyha a nemi szerepeket relativizáljuk, és egyáltalán azt használjuk, hogy nemi szerep, és azt mondjuk, hogy ez igazából mindenkinek egy ilyen szubjektív döntése, a test és lélek elválik egymástól, és mindenki olyan gender identitást ad magának, amilyet csak szeretne, akkor minden olyan társadalmi, idézőben társadalmi intézményt, életformát, életmódot, ami a nemiségre, a férfi-női binaritásra épül, tehát férfi-nőnek az egységére épül, azt megkérdőjelezünk. Hát nem hiába mondja azt a teremtés könyve is, hogy férfivá és asszonyá teremti őket, és ketten lesznek egy testé. Tehát itt van egy a két nemnek egy egymást kiegészítő biológiai és szimbolikus jelleg. És ennek a megkérdőjelezésével, amiről a gender ideológia, megmondom, annak az előszobái, a radikális feminizmus, a homoszexuális propaganda szól, az ezt a teremtett nemiséget kérdőjelezi meg, és nagyon utolsó mondat csak ennél résznél, hogy azt nagyon fontos hangsúlyozni a kritikák kapcsán, hogy itt nem arról beszélünk ma már Magyarországon sem, hogy itt kiviseltetik antipátiával vagy szimpátiával a homoszexuálisok, a transzneműek, a non-bináris genderfluidok meg a különböző genderekkel szemben, vagy a gendereknek a mentén, hanem arról beszélünk, hogy az a propaganda, amit ez az ideológia folytat, az a reklámhadjárat, az jó-e? Jó dolog-e az, hogy a gyermekeinknek azt akarják tanítani, hogy el kell hagyni ezt a fiú-lány különbségtételt, legyenek a fiúk lányosok, a lányok fiúsak, igazából még ebből a kettősségből is kitűnő, de majd megtalálják a saját nemüket. Jó-e ez? Jó-e az, hogyha az abnormalitás a normalitás szintjére megyük? Jó-e az, hogyha a speciális szabályból általános kreálunk, és erre egy egész ideológiát építünk? A vita erről szól, nem arról, hogy az egyes embert, hogy már nem arról, hogy az egyes embert hogyan ítéljük meg. Elhangzott itt egy gondolat, mert hogy Gergely azt írja a könyvében, hogy a gender elvélet test és személyiség radikális szétválasztásán alapul, és így tagadja, ugye, hogy az embernek, mint megtestesült lénynek van rendeltetés, és azt szerint kellene élnie. Megmagyarázni ezt a megállapítást, kifejteni egy kicsit bővebben? Meg, viszont egy gondolattal még reagálnék arra, amit Miklós mondott. Ugye minden egyes személy iránt igyekszünk szimpátiával viseltetni, és megérteni őt, de bárkinek és bármilyen felfogásnak a megértése az nem feltétlen jelent egyetértést. És a kritika jogát mi is fenntartjuk ugyanúgy, ahogy ők ugye mindent megkritizálnak a világban, ez az ideológia, ez az elmélet, ennek a képviselői, majd utána csodálkoznak, hogy őket is megkritizálják. Ugyanakkor azt is mondják, és akkor utána majd kitárgyaljuk a test és a lélek szétválasztását, hogy csak az kritizálja a feminizmust és a gender elméletet, aki nem ismeri. Most elnéztem ugye a könyvnek az irodalom jegyzékét, meglehetősen tekintélyes már csak önmagában ez is, tehát a hivatkozások, szóval mennyire ásta bele magát mélyen a gender elméletbe? Hát beleásta magam, de mindig jobban bele lehet. Mindig kiderül, hogy még van 50 feminista, aki a világban van, de Henry Kissingernek van egy jó mondása a Világrend című könyvének a végén, hogy a kutatást egyszer le kell zárni, és meg kell írni azt, amit az ember gondol. Tehát nem lehet örökké előlapátolni még valakiket, és azt gondolom, hogy az arányérzék is fontos, tehát hogy nem kell mindenkit ismerni ezen a területen, ahogy bármilyen területen sem, hiszen mint minden sok más területnek ennek is könyvtárnyi irodalma van.
Mindkettőjükhöz szól a kérdés. Ugye gyakorlatilag a 70-es évek óta számos egyetemen folyik gender oktatás, a gender elmélet oktatása különféle szakokon. A Gergely is utalt rá, könyvtárnyi tudományos irodalma van a gender elméletnek. Miért fontos, hogy tudományos értékű és minőségű kritika szülessen a konzervatív oldalon a gender elméletről? Azért annyi különbséget tegyünk, egy nagyon kedvelt idézetem szerkesztő osztónak a különböző műsoraiban szoktam is mindig mondani, amit Csurka István mondott, hogy a szakmaiság bolsevista trükk. Itt most azt mondanám, hogy már a gender ideológia kapcsán, hogy a tudományoskodás az egy bolsevista trükk, tehát az, hogy egy ideológiát, egy világnézetet megpróbálnak lábjegyzetekkel ellátni, hogy önmagukra történő hivatkozásra. Ugye a nyílt társadalom, amely a gender ideológia mögött áll, vagy a nyílt társadalom gondolatvilága, ez a korlátok nélküliséget, fizikai, földrajzi és szellemi korlátok nélküliség, identitásbeli korlátok nélküliséget is hirdető nyílt társadalom elmélet. Ez ugye megteremtette az önmagukra történő hivatkozásnak a network. És ez a tudományosság, ez úgy néz ki, hogy kitalálnak egy módszertant, amire azt mondják, ő verifikálják ők maguk, hogy az tudományos, írnak belőle sok, arra hivatkozva sok tanulmányt, kutatást, a Gergő könyvében nagyon-nagyon plasztikusan leírja ezeket az ilyen gender kutatásoknak a Bornírt jellegét, például amikor az egyik ilyen egyetemi kampuszon zajló, nemi erőszakról zajló kutatás során a megkérdezett hölgyek, bár nem mondták azt, hogy ők nemi erőszak áldozatává váltak volna, mert ők közös beleegyezésen alapult a szexuális aktus, de a kutatást végző feminista kutatónő pedig önhatalmulag betette őket a nemi erőszak, nemileg megerőszakolt kategóriába, mert hogy ő úgy gondolta, hogy valójában az a szexuális kapcsolat az nemi erőszak volt, csak nem tudatosult a hölgybe. De ez most csak egy apró példa, tehát hogy megteremtik ezt a hivatkozásodnak a hálóját, és amikor már elég széles ez a háló, és elég sok lábjegyzet van ott, ami mondom önmagukra történő hivatkozás, vagy visszahivatkozás, akkor azt mondják, hogy ez tudományos. És amikor azt mondja valaki rájuk, hogy elnézést kérek, nem tudomány, ez egy ideológia, ez egy világnézet, ez egy meggyőződés, akkor fel vannak háborodva, és elutasítják ezt a tudomány nevében. Ugye ez az alapvető probléma szerintem, és ugye a legidegesítőbb, hogy ezt nem vallják be. Tehát ugye arról szólna a vita, hogy azt mondják, hogy jó napot kívánok, vagytok ti konzervatívok, akik azt mondják, hogy a világnak van egy teremtett, természetes rendje, ebből a természetes, teremtett rendből egy bizonyos hierarchia és különbségek fakadnak, például különbség van férfi és nő között, és ezeknek ezenek a nemisége a teremtés által meghatározott és felülírhatatlan. Mi ezt elfogadjuk, mi egy másik világnézetet vallunk, ami azt hirdeti, hogy nincs teremtés, a világban nincsen rend, valójában minden csak társadalmi képzetnek az agyszüleménye, és ezáltal, mivel hogy mindent az ember konstruált a liberális felfogás szerint, ezáltal minden dekonstruálható is, az úgynevezett nemi szerepek is. Két világnézet, vitatkozzunk erről, de nem. Ők, mint ahogy az összes vitában, a média kapcsán, médiaviták kapcsán, a migráció kapcsán, a multikulti kapcsán, a nemzeti identitás, az összes vitában úgy pozícionálják magukat, hogy ők a független objektív szakértők, akik tudományos alapon elmondják a tutit, azt beállítják mainstreamnek, megkérdőjelezhetetlennek, és aki felmer szólalni ellenük, arra meg rásütik a politikának, meg az ideológiai gondolkodásnak a billogát, ezáltal az ellenük fellépőket diszkreditálva a nyilvánosság. Mert arról szól a sztori, hogy ők a jó emberek, a másik banda meg az a gyűlölködő, lábszakú konzervatív brigád. Gergely úgy fogalmazott ezzel kapcsolatban, hogy miért van az, hogy ilyen könyvtárnyi irodalma van a gender elméletnek, és rengeteg tudományos állásfoglalás születik. Ugye ön azt mondta, hogy mert nekik ez az életük, és a konzervatív oldalról, hogyha születik is kritika, akkor ez elhanyagolható számú vagy mértékű, és ha ez az állásfoglalás, ami a konzervatívoktól mondjuk a teremtett nemekre, a családra vonatkozik, egy sör alátétre ráfél, hogy ez ezt cáfoló, vagy ez ezt megerőszakolni kívánó elméletek, pedig hát megtöltenek szinte mindent. De azt írja a könyvében, a gyümölcseiről ismerszik meg a fa. Milyen gyümölcsöket terem, és a terem, és a gyümölcsöt is idézőjelbe tettem a gender elmélet a társadalmakban. Ugye a beszélgetés elején már mondtam egy ilyet, hogy a tini lányok egy jelentős részét hogy teszi tönkre
ez a fajta felfogás, és a szülők, akik megfogalmaznának kezelszebben kritikát, hogy maradnak egyedül, ugyanis a szülőket itt ellenségnek tekintik. Még azokat a szülőket is, ebben a könyvben, ami erről szól egyébként, a legtöbb megkérdezett szülő egyébként liberális, egyébként LMBTQ párti, stb. Csak éppen azt nem fogadja el, hogy a tini lánya az most hirtelen transzá lett. És ezeket a szülőket kiátkozzák, és a Ku Klux Klánhoz hasonlítják egyes szerzők. Ez komoly, tehát hogy elő kellett keresni ezt a nyilatkozatot, amit a Economistnak tett egy szakértő ezzel kapcsolatban. Aztán a könyvem elején idézek egy esetet az LMBTQ mozgalom bugyraiból, ahol egy leszbikus párnak az egyik tagja úgy dönt, hogy igazából férfi, és átműteti magát. És a leszbikus pár másik tagja, egy leszbikus nő, aki azért a saját testével azonosul, tehát hogy ez két különböző szint, hogy valakinek mi a szexuális irányultsága, illetve hogy elfogadja a saját testének a nemiségét, vagy nem. A másik hölgy az pedig kétségbeesésbe kerül, és identitászavarra lesz, hogy akkor most mi? Mert hogyha a másik átműti magát férfivá, akkor ő most heterónak fog-e számítani, vagy minek fog számítani? Ez azért figyeljünk, ez nem vicc, ez egy megtörtént eset. Ez egy megtörtént eset. Tehát, hogy... És milyen dilemma? Ez egy megtörtént eset, és nem azért mondom, hogy röhögjünk rajta, mert itt emberi sorsoknak a katasztrofájáról van szó. Nem pedig kinevetni való dologról, függetlenül attól, hogy ki mit gondol ezekről a nem identitásokról, de itt ez a hölgy katasztrofális helyzetbe került, és a saját mondjuk így elvtársai, vagy azok, akik vele egy módon gondolkodnak, nem tudtak neki segítséget nyújtani, mert ott az van, hogy nincs identitás, hanem akkor te ilyen fura izé vagy. És ő azt mondta, hogy hát akkor a transzok és queerek nagy családjának lettem tagja, ami azt jelenti, hogy kénytelen így lebegni az önmeghatározatlanságban. A konzervatív oldalnak erre lenne? Tehát, hogy itt van erre válasz, és nem is feltétlenül az, hogy mindenképpen heterónak kell lenned, de vannak egyéni, tehát vannak a kategóriák, nem törjük el ezeket a kategóriákat, amik támaszt nyújtanak az embernek, és nem is csoda az, hogy radikális feministák egyre többször összebútoroznak konzervatívokkal, például Amerikában a Heritage Foundation-nél volt ilyen konferencia, mert átmenekülnek a konzervatívokhoz, akik mosolyognak a bajszuk alatt. Köszönöm. Ja. És együtt konferenciáznak arról, hogy a transzmozgalom milyen veszélyt jelent a feminizmusra, és hasonlók, tehát rengeteg ilyen sztori van, de a legdurvább szerintem az, hogy a transzmozgalom a gyerekeket akarja. Már kiskorban pubertás blokkolót, meg hormon terápiát akar adni azoknak a gyerekeknek, akik mintha nem passzolnának a szélsőségesen sztereotipikus nemi felfogásokba. Fontos kérdés, hogy hol tart hazánkban ez a folyamat, részben már kitértünk erre. Néhány példát hozok. Fekete Győr András, a Momentum miniszterelnök jelöltje, úgy szerint hazánkban ma COVID, a világjárvány idején nincs fontosabb a szivárvány családok elfogadtatásánál, vagy elismertetésénél. Aztán Tóth Krisztina írónő egy interjúban azt közölte, hogy az aranyembert le kellene venni a kötelező olvasmányok listájáról, mert a nő alakokat nem megfelelően ábrázolja, nem genderkonform és nem eléggé feminista. Ezen túl, mert hogy ezek látható folyamatok, hol tartunk, milyen eszközökkel él a genderlobby, milyen szinteken nyomul. Én nagyon sok példát fel lehetne sorolni, azért itt volt ez a Meseország mindenki című történet, ugye ez a ilyen homoszexuális, meg ilyen gender ideológiát népszerűsítő kiadvány. Amúgy nagyon érdekes, hogy ami a genderéknek a saját propagandájáról szóló könyv gyerekek irányába, az tök jó, mert ugye az formálja, ugye akkor azt mondják, hogy az azért hasznos, mert a nemi identitást formálják ezek a könyvek, érzékenyítenek, agyat mosnak. Ellenben, hogyha Jókai művéről van szó, és sztereotíp nemi szerepekről, vagy mit mondjam, akkor azt ki kell venni, mert az meg káros. De ez egy picit azért ellentmondásos. Kicsit olyan ez, mint amikor azt mondják, hogy a különböző homoszexualitás, Gergő ez jobban ért, gyógyítása vagy a homoszexualitással foglalkozó terápiák azok sarlatánságok, mert hát azt nem lehet megváltoztatni, az vele született adottság. Ellenben a genderérzékenyítést hasznosnak tartják, mert hát megeshet, hogy a biológiailag kisfiúnak született személy, legyünk genderesemlegesek, személy,
az később a gender érzékenyítés hatására rájön arra, hogy ő inkább kislány szeretne lenni. Itt is van ugye ezek az ellentmondások. De ez a sok ilyen példa van Magyarországon is sajnos már. Egy időben, vagy egy ideig, de még a tavalyi évig is, az elmúlt évekre visszatekintve meg pláne, azért amikor nyugatról olvastuk ezeket a bornírt, politikailag korrekt, elmebajról szóló híreket, az úgynevezett egyetemi safe space-ekkel, tehát az ilyen biztonságos terekkel, ahol az érzékeny csoportokat nem éri semmiféle negatív behatás, az érzékenységüket nem bántja meg semmi. Olvastunk arról, hogy könyveket tesznek tiltólistára, meg cenzúráznak, látnak el úgynevezett trigger warninggal, mert etnikai, szexuális, gender kisebbségeknek az érzetét sérti, ledöntenek ugye szobrokat, át akarják írni a múltat, mert heteronormatív nemi szerepeket tartalmaznak a különböző könyvek, fehér heteroszexuális keresztény férfiakról vagy nőkről szólnak, ez ugye káros az olvasónak, meg ugye hallottuk a híreket a gender semleges mosdókról, meg hasonló sztorikról, akkor ugye úgy olvasta ezt az ember Magyarországról, de úgy volt vele, hogy hát ez ilyen nyugati elme bajot, mindig haladóbbak, meg progresszívebbek voltak az emberek, meg és a politikum. És ez sosem ér majd ide hozzám. És azt igen, csak hogy itt erre az, amit előbb utaltam, hogy ez úgy vertikálisan, mint horizontálisan terjed az ilyen típusú érzékenyítés. Tehát ugyanúgy, ahogy a populáris kultúra globálissá vált, ezért ezek a termékek, illetve a termékeket, szószín és átvitt értelemben, és a termékeket gyártó entitások, szolgáltatók, azok hozzák magukkal ezt is, ahogy az etnikai diverzitás népszerűsítés, ami szoros összefüggés van a migráció és a multikulti elfogadásával, ugyanígy ezt is, hát most ha valaki, én 19 nyarán, júniusában voltam, New Yorkban, és hát annyira arról informált voltam, hogy én úgy tudtam, hogy ez a Pride dolog, ez egy hétig tart. Ugye ez úgy volt, azt hiszem, hogy volt a Pride nap, Pride hét, most már Pride hónap, majd lesz Pride év is. És New Yorkban tényleg nem lehetett úgy megmozdulni, de szó szerint értem az utcán, hogy ne ütközött volna az ember valami szivárványos dologba, mert az összes cég beleállt. És ugye ebben mostani szivárványos Magyarországon futó kampányba hoz is már több, azt hiszem 40 cég csatlakozott, amelyel amúgy az Alapjogokért Központ kapcsolatban volt azokkal, mi megszüntettük a szerződést. Mert ugye saláta hidegen jó. Így van, ilyen saláta bár is beállt ebbe a szivárványos hülyeségbe. De szóval a lényegi pontom az, hogy ez ide így átszüremkedik. Mert itt is hallgatjuk azt a zenét, fogyasztjuk ugyanazokat a termékeket, a reklámokat átveszik a hazai szolgáltatók is, tehát ugyanez, ez ugye át, nem emlékeztünk a Coca-Colának tavaly, vagy tavaly előtt volt ez a Love is Love kampány, tehát ez ugye átjön. Az is tautológia volt, mostan is tautológia. Ez a család is család, igen, de a Kötter Tamás mondta erre, hogy a család az család, ami meg nem család, az meg nem család. De hogy a lényegi pontom az annyi, hogy vannak ezek a hazai termékek, Tóth Krisztinának ez a marhasága a Jókai könyv kapcsán, meg a Meseország mindenki, meg egyebek, meg jönnek be ugye nyugatról ezek az érzékenyítések, ami azért veszélyes is, meg igazából valahol jó is, csak nem lenne üdvös, hogyha itt az olyan jósoknak a hibájába, vagy sorsába esnénk, akiknek ugye nem hisznek, mert ugye nyugaton láttuk, hogy ez hogy megy. A 70-es, 80-as évek. Tehát először csak arról van szó, hogy behozzák magát a topikot, ilyen szexuális, különböző irányultságokkal, nemi eltévejedések széles tárházával kapcsolatos alternatív véleményeket, hogy először csak beszéljünk róla. Először azt mondják, hogy úgy kezdték, hogy nem akarják ők ezt senkire se ráerőltetni, csak legalább beszélt, véleményszabadság van, beszéljünk róla. Elkezdtek róla beszélni, elkezdődött a relativizálás, elkezdődött az egész dolognak az olyanként való beállítása, hogy végül is ez, hát engedjük el, ez nem is olyan rossz. Hát most kit bán, kit sért? Ugye most két homoszexuális ember szereti egymást, ez kit sért, erről beszéljünk. Senki nem sért, hogy két homoszexuális ember szereti egymást. De ugye innen jött a következő lépés, hogy ha már ezt elfogadtuk, hogy erről lehet beszélni, meg hogy ez így van, akkor adjunk már ennek valami jogi köntöst, hogy ezt az állam is elismerje. Legyen már, nem kell a házasság, nem, de soha nem. Csak legyen valami hasonló jogintézmény.
Akkor jött ugye ez a regisztrált élettársi kapcsolat szerte világban. Utána elkezdődött, hogy bár a házasság intézményét úgy ők meghaladottnak tartják, és egy ilyen ledöntendő struktúrának, ami ugye uralmi rendszer betonoz be, de azért azt kérik, hogy a házasság, kérték, hogy a házasság intézményt nyissák meg a homoszexuálisokat. Aztán jött az örökbefogadás. Tehát szépen lassan ez a csendes eső, ez mossa át a dolgokat, és mindig picivel kezdik. Ugye ilyen politikai, konkrét politikai tartalom nélkül erre a döntéshozók igent mondanak, vagy azt mondják, hogy jó, menjen, akkor ugye elindulnak a csúszós lejtőn, a politikum is, meg a társadalom is, és sosincs megállás. Tehát azt lehet látni, hogy tényleg mindig lesz egy olyan felszabadítandó csoport, mert ez a felszabadítás mánia, erről nem tudnak leszokni, mert ugye a világot meg kell javítani társadalmi mérnökösködés által, akiknek a jogaiért majd lehet küzdeni. Senkinek ne legyen kétsége, hogy mivel hogy új ilyen csoportokat kell találni, már most bejött a poliamória, ez a több ilyen hippi kommuna, ugye most jött a hír, azt hiszem Amerikából, hogy elismerték az első olyan közösséget családként, ahol három férfi nevel két gyermeket. Eddig ugye azért ilyesmiről nem volt szó, arról volt szó, hogy két homoszexuális házasodhasson, és egy darab gyerek, vagy gyermekeket fogadhassanak, akkor arról nem volt szó, hogy hárman is összeállhatnak egy kommunába. És sose lesz megállás, és mondom, nem lenne jó annak a jósnak a hibájába esni, akinek senki nem hisz, és inkább ne is történjen ez meg, de hát nyilván ott vannak azok a csoportok, ami már megy Magyarországon is az érzékenyítés, hogy a pedofilt azt el kell ítélni, mert az, de a pedofília, mint hajlam, arról beszélgessünk, azt vizsgáljuk meg. Erről a HVG már cikkezett is. Beszéljünk még arról, hogy van erre Magyarországon terv, tehát ugye arról beszélgettünk, hogy itt azért konkrét társadalom átalakítási tervek vannak, hogy itt perek is zajlanak sok esetben a háttérben, mindig egyre és egyre szélesebb jogköröket követelve maguknak. Szóval van Magyarországon is ilyen terv? Vannak ilyen tervek, nyilván Magyarországon nem olyan erős, nem olyan átható és nem olyan radikális még ez az egész, mint nyugaton, de kétségeink ne legyenek, hogy e felé tartana szíve szerint ez a sokszínű mozgalom, vagy nem tudom, hogy nevezzem. Mit célozunk a perekkel? Vagy a perekkel? Ugye, ami van, egyrészt ha megnézzük mondjuk a Labrisz Leszbikus Egyesület honlapját, vagy a Hintalvó honlapját, rengeteg iskolai program van, például a Meseország mindenkiéhez, az nem csak egy mesekönyv, hanem egy komplett pedagógiai program tartozik hozzá. És ugye hát korábban mesekönyvekhez nem adtunk komplett pedagógiai programot, ha egy mesekönyvhez komplett pedagógiai programot adnak, akkor az gyanús, mert akkor az a valamit el akarnak érni, indoktrinálni akarnak. Tehát hogyha itt egyszer lenne egy olyan hatalom, ami azt mondja, hogy egy olyan országvezetés, hogy ő ezeket legalizálja, vagy támogatja ezeket, és mondjuk kötelezővé tenni az ilyen érzékenyítést az iskolákban, vagy az óvodákban, akkor nem kellene kidolgozni a programot, mert másnap tudna menni az összes egyesület a már kidolgozott programjával, amit egyébként mondjuk ma is, ahova hívják őket, ők reklámozzák magukat, járják az országot, és ahol meghívják őket úgymond ezután, ott ezt ma is előadják. De emlékszünk még ugye, hogy 2009-ben éppen Dobrev Klára nevéhez fűződött az a program, amely az óvodákra és az iskolákra szabott ilyen oktatási program, tehát genderkonform oktatási programot akart. Hát a sztori relatíve régen indult, ugye 95-ben fogadták el ezt a pekingi nyilatkozatot, ugye, az ENSZ égisze alatt, ami nem volt egy kötelező erejű jogi dokumentum, tehát ez ilyen tipikus, ilyen soft law-val, ilyen puha joggal szoktak azért az ilyen liberális érzékenyítők operálni, ahol behozták magát a gendert, mint ugye társadalmi nemet, kvázi az ilyen politikai jogi közbeszédbe. Természetesen a tudomány, már korábban is beszélt erről, de hát ez volt az a mérföldkő, amikor úgy ebbe a nemzetközi jogi politikai nyilvánosságba ez egy, ha csak egy ilyen puha dokumentum révén is, de bekerült. És ugye innen indult meg az a hát az emberi jogi fundamentalisták által gyakran alkalmazó stratégia, nem csak perek kapcsán, de általánosságban is, hogy ameddig még nem tudják áttörni a konkrét döntéshozók vagy nem tudják átvinni az ő ingerküszöbüket, a konkrét döntéshozók ingerküszöbét, kormányokét, parlamentekét, megpróbálnak különböző nemzetközi fórumokon, ilyen deklarációkban, nyilatkozatokban, kommentárokban belecsempészni az ő értelmezésüket, amit utána persze a bíróságok felhasználnak, amikor egy jogszabályhoz nyúlnak, és értelmezési fogódzókat
keresnek a tudományos világból. Utána a bírósági joggyakorlat átalakul, és amikor a jogalkotó, a parlament meg módosítana egy jogterületen jogszabályt, például olyan területeken, ami érinti a családot, vagy a személyazonosító okmányokat, vagy hasonlókat, akkor ugye a bírósági gyakorlatot megnézi, és abban azt látja, hát abban már végül is átment ez a genderes dolog, akkor inkább inkorporáljuk, tehát ültessük át a bírósági joggyakorlatot. És itt van ez a pekingi nyilatkozaton túlmenően, ugye a legkurensebb példa az az isztambuli genderegyezmény, illetve az Európai Unió is már dolgozik és dolgozott egy ilyen gender, LMBTQ és gender stratégián. Tehát az Uniónak már van ilyen jellegű stratégiája. A határon túli kisebbségek ügyében nincs kompetenciája a bizottságnak. Azt mondja az Európai Bizottság, hogy a határon túli kisebbségek ügye az, ott nekik nincs. A szexuális kisebbségek ügyében van kompetenciájuk. És ezek ugye még nem kötelező érvényű uniós normák, de már ott van hivatkozási alapként, hogy az Unió már ezzel foglalkozott, már ilyen kérdéseket tárgyal. Ugye a gender kategóriája ezekben a dokumentumokban nem az angol nyelven használt szexnek megfelelő normál biológia nemet fedi le, hanem expressis verbis benne van az isztambuli gender egyezményben, ami nem a nők elleni erőszakkal szembeni fellépésről szól valójában, hanem arról, hogy egy jogi dokumentum rögzíti, hogy a gender az az aktuális társadalmi kontextus által meghatározott nemi szerep, tehát magyarán a gender elméletnek az alapvetését belefoglalják. És utána most már sajnos Ursula von der Leyen is azt határozta meg a Unió évét értékelő beszédében, járványhelyzet ide vagy oda, hogy mindenképpen meg kell alkotni azokat a jogszabályokat már az Unión belül, amelyek ezt a gender ügyet szabályozzák. Itt a legfőbb probléma az az, hogy a propaganda létezik, sikeres, érzékenyülnek, a nyugat-európai jobb oldal ebben teljesen elpuhult, ugye szépen lépésről lépésre, bedőltek ennek a csaléteknek, ennek a csúszós lejtőre ők is ráléptek, és ma már nem tudnak belőle kihátrálni. Hát az, hogy a kereszténydemokrata unión belül van Schwule Unión, tehát van meleg tagozat, az azért szerintem eléggé disszonáns, de a probléma... Muszlim tagozat is. Tessék, hát muszlim tagozat is van a CDU-n, valóban. Ez nem vicc. Ez lenne kapitalista tagozata. Nem? Igen, vagy hogy a KDNP-nek lenne ateista tagozata, tehát hogy ilyen teljes kételenség. De hogy a viccről áttérve a komolyabb dolgokról, itt a probléma az nem is politikai. Nem is ilyen populáris kultúra, meg ideológia, meg ezekről mi beszélünk, és ezek az alapjai a dolognak. De ugye van az a gyakorlati oldal, amiről itt már azért szót ejtettünk többek között, csak talán a lényeget nem húztuk alá vérvörös színnel, bár a vörös az a kommunistáknak a színe, hogy itt a gyerekeinkről van szó. Tehát itt nem azért hőbörög a konzervatív oldal, mert annyira homofób lenne, vagy valamilyen személyes indítatásból utálná a homoszexuálisokat. Vagy azt is el szokott hangzani ilyen bornírt érvként, hogy valójában azért beszélnek annyit a konzervatívok, vagy az a konzervatív, aki sokat beszél a homoszexualitásról, az valójában azért beszél arról sokat, mert ő is homoszexuális. Ez ugye mondjuk az antikommunista meggyőződés kapcsán kérdéseket vet fel, hogy aki nagyon nem szereti a kommunistákat, és annak hangot ad, akkor az valójában maga is kommunista, igen. Vagy ugye aki nagyon nem szereti a keresztényeket. Az valójában maga is istenhívő. Maga is keresztény. Ez biztos. De hogy a megint csak visszatérve a komolyabb vágányra, itt nem ezért csináljuk mi ezt szerintem, hanem azért, mert attól félünk, vagy az a nem a félelem a jó kifejezés, mert ilyen témában aztán bátorságot kell mutatni, és nem félelmet, de hogy az a rémkép van azért az ember előtt, hogy most még csak egy marginális eset volt a meseország mindenki. De hogyha majd pár év múlva az én kislányom, vagy az én kisfiam hazajön az óvodából, vagy az iskolából, és megkérdezi azt, hogy apa, mi az a non-bináris agender, mert az óvónéni azt mondta, hogy van ilyen, és a Lucácskának a szülei pedig azt mondták Lucácskának, hogy tök jó, és ő is ilyen non-bináris agender, akkor nagyon-nagyon nehéz helyzetben lesz, mert vagy elmondom az igazságot, hogy ez egy marhaság, vagy ráhagyom abban bízva, hogy ez majd elmúlik, csak látszik, hogy ez a recept nem működik, mert ők folyamatosan tolják a propagandát,
És ugye az első opció, meg az ember elmondja az igazságot, hogy itt mi van, azzal meg félő, ami most a Nyugat-Európában is van, és ezért szülők elleni pereket indítanak oktatási intézményekben, hogy ugye itt a szülőt megbélyegzik. Tehát hazamegy a gyerek, megkapja a gender indoktrinációt, elmondja otthon. A szülő élve a véleménynyilvánítás, illetve a gondolati szabadság jogával, mondjuk azt, és mondja, a szülői autoritásával. És a szülői autoritásával. Így van. Pontosan. Ezekkel élve azt mondja, hogy na ezt már nem, akkor nem az történik, hogy azt mondják, hogy rendben, persze a szülőnek joga van a gyermekének a neveltetését meghatározni, ahogy ezt a magyar alaptörvény sem úgy tartalmazza, hanem nyugaton már azt mondják, hogy akkor el kell venni a szülőtől, korlátozni kell a szülőnek a felügyeleti jogát, a szülőt kell behívni, érzékenyíteni, hogy ne nevelje már ilyen diszkriminatív és kirekesztő módon a gyerekét. Tehát itt a főpontom az, ez az egész dolog. Azért fontos, amit a Gergő írt, és azért fontos ezeknek a könyveknek a terjesztés, a beszélgetés, mert ez nem egy politikai, olyan pártpolitikai vita. Nem valamilyen ideológiai, elvont metaszinten zajló dolog, hanem itt arról van szó, hogy a mi gyerekeink, azok milyen világban fognak felnőni. Hangsúlyozom egyébként, hogy a számos szerző, akit idézek, az nem konzervatív meggyőződésű. Például az egész ideológiai háttérre kritizáló szerzők liberálisok, vagy akik a biológiai valónkat hangsúlyozzák, azok között is számos liberális ateista van. Egyszerűen csak józan eszű tudósok, tehát nem mindenki konzervatív, aki velünk egymódon gondolkodik, illetve amit a Miki mondott. De még válhatnak azzá, vagy átolják őket oda, vagy akárhogy. De amit a Miki mondott az óvodákkal kapcsolatban egyébként, az sem egy ilyen konzervatív katasztrofizálás, vagy nem egy hiszti, ugyanis Kaliforniában már van ilyen. Tehát Kaliforniában van olyan óvodai program, az egyik legnagyobb iskola kerületben, ahova 600 ezer ember jár, és aminek egy magát nem binárisnak tartó ember a programfelelőse, hogy el kell beszélgetni a gyerekekről, a különböző gender identitásokról, és elmondják az óvodásnak, de még nem is iskola alsóról beszélünk, az óvodásnak, hogy gondolkodjon gender kreatívan. Hát óvodásokkal beszélgetnek erről Kaliforniában, és ugye a mostani amerikai kormányzat, a Biden kormányzat, az Kaliforniára olyan példaképként tekint, amit használni kell egész Amerikára, tehát kalifornizálni akarják egész Amerikát. És ott ez megy. Tehát azon szoktam időnként hát nevetni meg sírni egyszerre, hogy emlékszem, hogy 5 éve meg 10 éve azt mondták, hogy a konzervatívok ezek milyen hülyeségeket találnak, hogy mi lesz. És minden, amit így vizionáltunk, hogy úristen, mi lesz ebből, az mindnek történik. Miközben korábban azon nevettek, hogy mi csak rémeket festünk a falra. A gyakorlati problémák rátámasztása képcsolva egy maga önmagában is megfogható és elgondolkodható, nem eset, hanem jelenség, ugye ez a gendersemleges mosdók, amire utaltam. Ugye sajnos Magyarországon is vittek már végbe munkáltató ellenpert Borsodban, ahol nem biztosított a transznemű alkalmazottnak gendersemleges mosdót a gyár, de ugye ez viszik át a köznevelési intézményekbe, iskolákban nyugaton, hogy egy gendersemleges mosdó közösen használják, nem közösen használják, hanem aki genderügyileg így meg úgy identifikálja magát, aki éppen úgy kell fel aznap, hogy úgy érzi, hogy lány, akkor az mehessen a lány mosdóba, stb. Na most feltenném azt a kérdést egy valóban nem feltétlenül konzervatív, csak józan gondolkodású apuka-anyuka számára. Hogy van egy kislányok, ő az iskolában a lányoknak fenntartott mosdóba, illetve öltözőbe jár. És itt ebbe a nagy genderőrületbe az osztálytársa egy fiú. Az egyik reggel úgy kell fel, hogy ő lánynak érzi magát aznap reggel. És ugye magának vindikálja a jogot, és ez nyugaton már meg is adatik nagyon sok helyen, hogy akkor ő a női mosdót és a női öltözőt használhatja. Igen. Azért én megnézem azokat a szülőket, akik azzal szembesülnek, vagy megnézném azokat a szülőket, Magyarországon pláne, akik azzal szembesülnek, hogy a kislányukat, mondjuk egy iskolában, ahol alsó felsőtokozatosok együtt vannak, a felsőtokozatos fiúk megbámulhatják, megnézhetik a női mosdóban. Ha épp a felsőtokozatos fiúk úgy gondolják, hogy aznap reggel az ő nemi identitásuk az a fluiditásból valahogy a feminim jelleg felé mozdult el.
Ez az, amire Kötter Tamás, hogyha már idéztük, azt mondja, hogy azt kell tennünk, amit Gandalf tett a gyűrűk urában, amikor leszúlt a párcáját a hídon, és azt mondta gonosznak, hogy itt nem jössz át. Tehát, hogy valahogy valóban résmentesen kell zárni, hogy meg lehet ezt tenni, az egy jó kérdés. És ha már nyelvpolitikánál tartunk, akkor ugye az érzékenyítések kapcsán, a meleg mesekönyv kapcsán, ugye szerintem fontos leszögeznünk, hogy a gyermekek tekintetében itt nem érzékenyítésről, hanem megrontásról van szó. Legyen szó átfogó szexuális nevelés programról, vagy ilyen érzékenyítő meleg mesekönyvekről, de egy kicsit a könyvről is konkrétabban. Hogyan épül föl, vagy hogyan építette föl ezt a könyvet? A könyv úgy épül fel, hogy az elején felteszem a kérdést, hogy hát ez a három nagy részt rosszatnám, de nincsenek benne részek, csak fejezetek. Az első nagy rész, az első néhány fejezet az elméleti alapokat ad. Valószínűleg ez a legnehezebben olvasható, vagy a legnagyobb odafigyelést igénylő rész. Itt felteszem a kérdést, hogy mi a gender elmélet, ugyanis ugye a gender elmélet képviselői gyakran mondják azt, hogy ilyen nincs, vagy hogy annyiféle van, hogy nem beszélhetünk egyféle gender elméletről. Szerintem ezek könnyen cáfolható állítások. Tehát, hogy a jelenség az létezik, hiába mondják a saját képviselői, hogy nem létezik. Utána bemutatom ennek a háttér ideológiáját, ami erősen kötődik, nem kizárólagosan, de erősen kötődik a marxizmushoz, különböző posztmodern elméletekhez, nyilván a liberalizmushoz is, illetve a ma egyre divatosabb úgynevezett kritikai elméletekhez. Valószínűleg aki épp egyetemre jár, mondjuk valami társadalomtudományi szakra a nézők közül, az tudni fogja, hogy miről beszélek. Ezek után néhány olyan témát tárgyalok, ami ide kötődik, ez a gender mainstreaming. Ugye amikor beszéltünk az előbb arról, hogy van a magyarországi program, akkor ezt nem említettem, hogy van két olyan javaslatcsomag, tehát ilyen könyvben megfogalmazott javaslatcsomag, ami a gender mainstreamingre irányul. A gender mainstreaming az a gender elmélet gyakorlata. Hogy ezek 2010 előttről vannak. 2010 előttről vannak, igen, az akkori kormánynak készültek, csak hál' Istennek aztán nem volt lehetőség megvalósítani őket. És ezekből világosan kiderül, hogy nem egy kicsi javításról van szó, meg egy kis pluszjogokról, meg ilyesmik, hanem le van benne írva, hogy alapvetően itt arról van szó, hogy a női-férfi viszonyt és a társadalom alapnormáit meg kell változtatni. Többször le van írva mindkettő műben, ezek magyar munkák, és kormányzati javaslatcsomagnak készültek 2015, hál' Istennek sok nem valósult meg belőlük, tehát ezzel is foglalkozom, felvettem a szexizmus, MeToo, patriarhátus kérdéskörét és hasonlókat, és utána rátérek gyakorlati kérdésekre, hiszen a gyümölcséről is messzik meg a fa, mint mondtam. Ugye bemutatom röviden és nem átfogóan, hogy néz ki ez nemzetközi szinten, csak az ENSZ-re, az EU-ra térek ki egy kicsit, hogy egy szövege bepillantást mutassak, hogy mi folyik. Bemutatom, hogy mi folyik a nyugati egyetemeken, nem kizárólag genderügybe, de ott, amit bemutatok, az összefügg a fai kérdéssel, a genderrel, stb. Bemutatom, hogy a nyugati világban a feministák, a mai feministák hogyan csúsztatnak a tudományos szinten, például a fizetési egyenlőtlenségek kapcsán hogyan manipulálják a statisztikákat, és számos ilyen kérdést is bemutatok. Ezeket a könyveket, ami alapján ezeket írom, azt mind egyébként magukat régebbi feministának tartó nők írták, ezeket a munkákat. Aztán felteszem a kérdést, hogy vele született a homoszexualitás, ugyanis ezzel kapcsolatban nem létezik tudományos konszenzus, sőt, a tudományos konszenzus az ellenkezőjét mondja. Ez nem azt jelenti, hogy ez egy szabadon választott dolog, de genetikai és egyéb ilyen oka nincsen. Bemutatok egy olyan könyvet, amit mondhatnánk úgy is, hogy felteszem a kérdést, hogy van-e meleg propaganda. És bemutatok egy könyvet, ami homoszexuális propaganda, elnézést, igen. Bemutatok egy olyan könyvet, ami homoszexuális propagandának nevezhető, hiszen arról szól, hogy Amerikát hogy kell átalakítani. Aztán a transzneműségről van egy hosszú fejezet, a csoportszerelemről szerintem fontos fejezet a politikai korrektség, az, hogy ez micsoda és hogy lehet megfogni, hiszen egy kicsit ilyen misztikus fogalom így a hétköznapokban, de szerintem elég könnyen leírható. Van egy fejezet a népmesékről, a LMBTQ népmesék, és ez arról, hogy minden családforma egyenlő-e, mert szerintem könnyen kimutatható, hogy nem. És ezek után a záró fejezetek pedig arról szólnak, hogy bemutatom, hogy igenis a biológiai férfi és a biológiai nő a két meghatározó kategóriája az emberi mi voltnak,
és ezek után pedig bemutatom, hogy a nemi szerepeket hogyan, ha nem is determinálja, de tendenciaszerűen meghatározza a biológia. Tehát itt egyébként van egy fontos nyelvi háborúhoz tartozó dolog, ugye egy biológiai deterministákról beszélnek a feministák nagyon gyakran, holott a determinizmus az azt jelenti, hogy egy valami 100%-ig behatárol, tehát hogy nem tendenciát, hanem 100%-os meghatározottságot jelent, és ez egy nyelvi csel, hogy ők determinizmust mondanak, nem pedig tendenciaszerűséget. Ugyanakkor bemutatom, hogy a biológia mégis meghatároz minket. Ez nem azt jelenti, hogy a környezet nem, de a biológiának is elég nagy beleszólása van mindebbe, és egy rövid filozófiai jellegű fejezettel zárul a kötet. Ugye egy kicsit ilyen ívszerű. Igen, megvan a könyv dramaturgiája. Most várjuk, ugye, hogy milyen lesz a fogadtatása ennek a műnek, és reméljük, hogy népszerű lesz, és minél többen olvassák és forgatják, és minél többen hivatkoznak majd rá, és hogy kialakul a Matrix a konzervatív oldalon is, a gender elmélet kritikájával kapcsolatban. Hogyan tovább? Vannak még tervek a könyvben? Vannak, mi folyamatosan keressük a új hazai szinten, mind nemzetközi szinten azokat a együttműködő partnereket, szerzőket, partnerszervezeteket, akik velünk azonos világnézeti alapokon állnak, és szerencsére jól is megy ez a kapcsolatépítés szerintem. Ilyen szempontból a nyílt társadalom hálózatától, a profiktól nem szégyen tanulni, tehát azért kezdtünk mi is könyvkiadási tevékenységbe már egy pár évvel ezelőtt, azért építünk most regionális együttműködést lengyel és más közép-európai partnerszervezetekkel, azért ápolunk, illetve hát ápoltunk nagyon jó kapcsolatot egy amerikai, a legnagyobb amerikai konzervatív szervezettel, melynek éppen most volt az éves konferenciája, hogy ezeket az együttműködéseket, akár a szellemit, akár a politikait, akár az ilyen kulturális filozófiai együttműködéseket mélyítsük, hogy megmutassuk, ez nagyon nagy szavak persze, de hogy megmutassuk azért a világnak azt kicsiben, hogy a konzervatív oldal is képes arra, amit a liberálisok már hosszú évek, évszázadok óta játszanak. Tehát ők ugye a saját agendájukat nemzetközi hálózatok révén, ultraügyes, kerülőutas kommunikáció révén és befolyásolási technikák révén terjesztik, magukat szakmainak hívva, a másik oldal politikainak hívva. Mi nem akarjuk felvenni ezt az álcát, mi nagyon őszintén kommunikáltunk, de hogy azt megmutassuk, hogy igenis a konzervatív oldal is képes fellépni, nem nemzetek feletti, de nemzetek közötti együttműködést képes építeni. Tervünk az erre az évre még, hogy lefordítsuk ezt a kötetet angol nyelvre, illetve a régióban található országoknak a nyelvére, ezzel is persze szolgálva Gergőnek a hírnevét és nevének a terjesztését, de legfőképpen a gondolatoknak a terjesztését, amit Gergő ebben megfogalmaz, mert egész egyszerűen az látszik, hogy ha nem, tehát persze egy ilyen nagyon nehéz helyzet, mert most vagy nem beszél erről az ember, bízva abban, hogy ez egy marginális jelenség marad, és félve attól, hogyha beszél róla, azzal csak felemeli a témát, az ugye politikai szempontból egy releváns érv, csak ugye azt lehet látni, hogy a túloldal viszont ezekről a témákról biztos, hogy beszélni fog. Tehát pontosan az az egyik tanulmány, ami arról szól a 80-as évekből, még korábbi előzménnyel is, amit a Gergő előbb idézett, amit egy homoszexuális szerzőpár írt, és kvázi megadta a forgatókönyvet 1987-ben arra, hogy hogyan kell a heteroszexuális Amerikát megjavítani, ott 6 lépcsőben leírják, hogy onnantól kezdve, hogy a homoszexuális témáról minél többet is folyamatosan kell beszélni, odáig, hogy mikor már a társadalom nagy része érzékenyült, akkor hogyan kell partvonalra szorítani és megbélyegezni azokat, akik ellenzik ezt a típusú propagandát. Náluk ez a forgatókönyv működött és meg is valósították. Most következik ez a gender ügyben. És mondom, az én félelmem az, hogy a következő a pedofília lesz, aztán meg a zoofília, mert nincs megállás ezekben a témákban. A mi feladatunk pontosan az, hogy ezeknek az árnyoldalát bemutassuk, de nem csak ez nyilvánvalóan, hanem nem ellentételeket kell csak, vagy ellenérveket kell csak megfogalmazni, hanem azt elmondani, hogy igenis azokkal az értékekkel, a teremtés rendjével, a természetes rendbe vetett hittel,
amit Isten haza család hármas egységén szoktunk hívni, azokból milyen értékek következnek, milyen gyakorlati viselkedés minták következnek. Például a család, persze a család életben is vannak nehézségek, hibák, vannak szexuális olyan hajlamok, amelyek eltérnek a normálistól. És az ilyen embereket meg kell érteni, vagy ha olyan, akkor kezelésre szorulnak, pedofiliát büntető jogeszközeivel kell üldözni és keményen eltaposni. De hogy egyik témáról sem lehet azt mondani, vagy egyik ilyen dologról sem azt mondani, hogy hát ne, inkább emeljük be a normalitásba ezeket. És mi azt szeretnénk az Alapjogért Központnál megvalósítani, az ilyen munkákkal, az ilyen együttműködésekkel legalább jelezzük, hogy itt Magyarországon, még meg a régióban még nem mindenki totálisan agymosott, és igenis, ahogy itt a filmből Gandalfnak a karaktere, ahol biztos meg fogja hegyezni ennél a résznél a baros kritikusról, akik nézik ezt, hogy a Gandalfot alakító személy homoszexuális. Kiderült róla is. Igen, ami szerintem nem erről vitázunk, mert nem erről beszélünk itt különben. Hanem kiváló zenész volt, igen. A cél az, hogy bemutassuk az ellen narratívát, és bemutassuk a saját narratívánkat is. És ez amúgy láthatóan roppantúl frusztrálja a bal liberális közeget, ahogy roppantúl frusztrálja az is, és megpróbálják nevetségesnek beállítani, amikor az alkotmányozó beleírja az alaptörvényben a valóban magától értetődő természetes dolgokat, de pontosan azért kell beleírni, mert a magától értetődő természetes rendeltetésszerű dolgokat kezdik ki és kezdik el relativizálni a liberális oldalról. Fontos megállapítások. Gergely, szándékosan nem beszéltünk most arról, hogy mi a konklúzió, mert hogy nem akarjuk lelőni a poént, és olvassák el a könyvet, és olvassák el a végső megállapítást, ugye azt a filozófiai értekezést, amivel zárul a könyv, de kész van a mű, az alkotó pihen? Vagy hogyan gondol a könyvre most így utólag? Nyilván senki nem zárja le a munkáját úgy, hogy leteszi a tollat, és nem gondolkodik róla többet. Mióta leadtam a kéziratot, azóta is olvastam ezzel kapcsolatos szakirodalmat, amit vagy ebbe belépítenék, vagy később tanulmányokba felhasználom, és esetleg egyszer lesz bőle egy következő kötet. De azért azt hozzátenném, hogy én nem vagyok hivatásos forradalmár sem, meg szóval nem ez a téma az, ami kitölti a napjaimat, úgyhogy vannak kellemesebb témák is, amikkel foglalkozom. De valószínűleg ezt sem fogom elhagyni, ez biztos. Főleg most, hogy ez a könyv megjelent, most még pár hónapig biztos lesz ezzel munkám, és hát meglátjuk, hogy mi jön még össze. Ez nyilván a jelentős részben a kiadónak a szándékain is múlik, úgyhogy... Mi nyitottak vagyunk ilyen együttműködésre. No, ha egy klasszikust idézzek, remélem, hogy mindketten írnak még nagyon jó könyveket. Köszönöm a beszélgetést. Szerintem mélyen szántó gondolatok voltak, szerintem hasznosítható gondolatok voltak, és szerintem a konzervatív oldal tud majd táplálkozni ebből a beszélgetésből is, és reméljük, hogy Szilvai Gergely könyvéből is. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltak. És mindenkinek köszönöm, aki nyomon követte ezt a diskurzust, ezt a beszélgetést, és ajánlom szeretettel Szilvai Gergely könyvét. A viszontlátásra! Az Alapjogokért Központ büszke arra, hogy kiadhatta Szilvai Gergely könyvét. Az Alapjogokért Központ mindig is kiállt a normalitás mellett, és Szilvai Gergely könyve egy felszólamlás a normalitás mellett. A könyv nem utolsó sorban azért nem csak érdekes, de politikailag is, és kulturálisan is érdekfeszítő, mert végigveszi azt a fejlődési ívet, ami a radikális feminizmustól napjaink gender ideológiájáig terjed. És itt érzékelhetővé válik az, hogy a nemi szerepek, a férfi és a nő teremtett és természetes adottságának a lebontásával hogyan próbálja meg a gender ideológia szétverni azt, ami az életünk, az egész evilági létünk egyik legfontosabb tartópillére. Nem hiába írja a Teremtés könyve is azt, hogy férfiúvá és nővé teremté őket. Szerintem az ember vagy férfi, vagy nő. És a család, az pedig valóban család, a nem család, viszont nem család.